Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Takers vagyok, és ma megint egy másik bajnokságot keresünk, Mercedes C63 MGS-sel. Na, hát azt kihagyjuk. Csináljunk. Car type, Sun Special, Country, Subaru. Legyen egy Subaru bajnokság. Hát igen, menjünk ezzel. A jó kis bevált Subaru-val. Az őszkerékhajtás még mindig patent. Az autó marha jól néz ki. Akkor csapassuk. De ott rally megint. Igen. Jól néz ki az a VRX ST. Ideadnak elfogadnám. Szépen. Iskolába bejárnék vele, lennék a hívogánygyerek. De hát most be kell jönnünk a Forzával. Start race event. Itt már nincs, hogy le tudjuk őket nyomni a startnál. Egyből milyen szépen be tudjuk venni a kanyarokat vele. Mondtam. Mondta Takers, majd aztán kicsúszott. Jó, hogy vannak itt ködöbben, hogy szépen megfognak, hogy nem menjek neki a korlátnak, vagy palánknak, vagy betonfalnak. Én sem tudom, mik ezek. Szépen megtámadjuk külsőről, megpöckel egy picit, de hát most ez belefér. És toljuk neki. Ebbe az összkerékhajtás legjobb, még a Quattro ér fel hozzá. Marha jó patent. Szerettem magának a Subarunak a belsőjét, a kinézetét, ezt a kék szint. Másik kék kedvenc színem az autókon, ugye a BMW A4-nek is marha jól áll, a kék szín meg a Volvo Polestar. Ez nem olyan sportot, hogy basszus, lementük egy picit a földötről, és már elkapar, nem megy, ez mindenhol átmegy. Lehet olyan videókat is látni az interneten, hogy van ezek a Torreadoralinek, vagy Bika viadaloknak vannak ilyen erények, és tiszta sár volt az egész, és Subaru bebetettek középre. Addig élt a sár, hogy majdnem a kereket ellepte, hát a mostani terepjárók szerintem megküzdöttek volna vele, és simán kijött belőle. Picit erőlködött, de szépen kijött belőle a Subaru. És ilyenkor azt mondja az ember, hogy azt a kúha, azért az már nem semmi. Lássuk, be tudom, szépen mennek kanyarokat. Csak jó összkerékhajtás kell, meg picit mindig gyakorolni kell. Gondolkoztam, hogy legyen egy Volvo bajnokság, csak akkor tudom, hogy piszkálnátok, hogy már megint az unalmas kék Volvo, ami nem megy. Hát akkor most legyen inkább megint ilyen kis rally csapatás. És első hely. Hát ez nem volt kérdés. Kis kék fenevad. Na, és meg következő szint. Csak ne az 5000-et, csak ne az 5000-et, kérlek, csak ne az 5000-et. 50 000! Add a kis patent! Ez így patent. Gyűjtjük szépen a pénzt is. Kreditet. Hát akkor ide átmenjünk az úgyisítónak közelbe.
Egy csalogot remélem elértünk. Nem vagyok az a nagy driftelős típus, de az én egy csalogokat meg én is ugye el tudom, mert akkor ez nektek is simán menni fog. Content Championship, igen, Subaru. Ennyi. Hát ez az első lámpa, az tényleg patent. Picit agresszív, picit tiszteletet követel, tényleg marha jól néz ki. Egyedül csak a hátjával vannak gondjaim, a hátsó lámpával, hogy az szerintem nem a legjobb. De az, úgyis az emberek, egyébként én jobban megtesztem a látét, úgyis csak az emberek tükörből, úgyis csak előre a hátsó lámpát fogják látni a Subarunak. Hát én úgy terveztem, hogy átcsúszok itt szépen mindenkin és mindennel. Létes, te menjél már innen, te már a verseny elén is folyamatosan nekem jöttél és lögdöstél. Na, köszi. Itt elvesztem ezt a mindenki átcsúszásos dolgot. Gyerünk már! Negyedik hely megvan. Csak ne a fának neki, hát komolyan mondom, egyetlen egy fa van az út mellett, azt is meg tudom találni. Ez csak is én lennék. Ne nyomlak! Azt még nem tudom, hogy milyen marha gyors vagy, és be tudod venni a kanyarokat, ami nekem még így sikerül. Na, itt az egyenesben megtámadjuk. És megint az a fa! Komolyan mondom, én ez a fával már ismerkedni szeretnék. Komolyan mondom, az a fa lett a kedvencem ebben a játékban. Hát bocsi. Hát ez nem volt a legszebb, de mondjuk azt, hogy valamennyien szinte szabályos volt. És tehetek róla, hogy nem ment előttem. És bedriftelünk. Első helyzet, hát picit turpisnak kell lenni, ugye ez a multiplayerből is jön. Ott is kicsit rámenősen kell ugye megnyerni a versenyeket, meg ugye ott is van a bajnokságok. Ugye 1 millió kreditünk már megvan. Mindjárt megvan a következő szint is. Hol kell mennünk? Oda fel. Menjen már, ez viszont esedelhet. Az egy csillagunk az megmaradt. Szerintem nem fogom fenyegetni az ilyen driftereket, meg Ken Blockot, ugye Ahon Olivért. Tök nem, hogy messze vagyok, míg a kezdők szintjét se érem el. Úgyhogy ezeket a versenyszágot meghagyom a profiknak. De kíváncsi vagyok már, hogy fotómódban tényleg működik az a dolog.
És akkor elvileg mint tudom, ilyen autókat kell lekapnom, elvileg erről működik. Kettő megvan a 1969-ből, oké. Okay. Mindenki igyekszik. Bajnokság helyszínére. Egy csillag, mi? Kettő! Ajajajajaj! Már keményen toljuk. Ez most nem érdekel. Content Championship. Na, hát szerintem ezt is megnyerjük meg. Hát most na, fejlődjünk még egy szintet. Most picit megfontoltabban vezetek. Hát ezt alapból benéztem. Elég rendesen. Rendesen levadáztam. Bocsi srác, de hát... Kell a pont! A saját pályaútvonalat építek, szerintem én vagyok az új pályatervezők csúcsa, mert ilyen aszfaltatól én megyek, nehéz lenne lemodellezni. És akkor szerintem az a kis kamera ikon mutatja, hogy akkor ezeket le tudom fényképezni. Nem, még Ford GT-ben nem is csináltam videót, meg LeFerrari-ből hasonló, ugye az is megvan, LeFerrari. Marha sok XP kellett hozzá. És ezt úgy jöttem meg 1,5 millió kreditért, hogy megvettem rendesen a fesztivál katlanba, vagy fesztivál szájtba. Mert aukción szoktam autókat venni, csak nem volt. Csak már 2 millió kreditért. Most is kéne kezdeni valami nagyon drága autóra gyűjteni. De Ferrari FXXK 2,7 millióját nem tartozik az elérhető autók listájába. Ugye nem tudom megállni, hogy egy autót megveszek, akkor ne tudjak feltaningolni. Ugye van a garázsom, az kb. 22 millió kreditet ér. Abból 3 millió kredit csak tuningolásból van. Hát mostanában fel kell tuningolni a gépeket. Nem lehet odállni egy alapfassal versenyezni, főleg multiplayerbe. Hát csak azért is behúzzuk ezt. Hú-hú! Győzelem! Hát azért nem sokkal, de győztünk. 60 pont fullosan.
20 000 azért az szép. 11 000. 136-os szint. Most is adhatnám a jó kis pénzösszeget. 100 000 kredit! Azt a hal... Hát ez a játék. Egyre kezdem szeretni ezt a szerencsikereket. Megköszönöm szépen a megtekintést, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!